A Nestlé Mamut cégnek a sütét oldalát bemutató riport sorozatnak a második része következik, amelyben megtudhatjuk, hogy mi volt a cég első igazán sikeres terméke, és mi hozta meg az óriási növekedést. 1867-ben lett sikeres. Marie kifejlesztette a világ első bébi tápszerét. Lényegében tehéntejből, lisztből és cukorból, ami az anyatej helyettesítésére szolgálhatott. Henri ezután alapította meg a vállalkozást, hogy az új terméket el tudja adni Nestlé néven. Tehát láthatod, hogy a Nestlé nagyon nagy szándékkal indult. Egy szerény ember létrehozott egy életmentő terméket, amivel olyan csecsemőknek, akiket nem tudtak szoptatni, meg lehetett menteni az életüket. Sajnos ez mégsem egy szívmelengető történet. Sőt, sokkal inkább egy horrorfilmre emlékeztet. Ez a bébi étel volt az a termék, amivel a Nestlé dominanciája kezdődött. És ez volt az a termék is, amely később életeket tett tönkre, és egy nagy nemzetközi botrányt okozott. És ahogy a Nestlé egy nagy nemzetközi konglomerátum, már nőtt, úgy keveredett mindenféle sötét ellentmondásos dologba. De ez majd még később jön. Először Henri bébi étele óriási siker volt. Olyan rengeteg új megrendelés érkezett, hogy Henrinak egy gyárat kellett alapítania ahhoz, hogy lépést tudjon tartani vele. Nem kapott szikrát, hogy ilyen gyorsan lett sikeres, és hogy ömlött a pénz. Az első terméknek az óriási sikere miatt Henri összefogott egy svájci csokoládégyárossal, Daniel Péter, hogy egy új terméket fejlesztenek ki. 1875-ben dobták piacra az első közös terméküket, a csokoládés tejet. Csupán néhány év alatt lett Henri Nestlé egy kis ismeretlen svájci gyógyszerész az ország egyik leggazdagabb embere. És a Nestlé hónapról hónapra csak nőtt és nőtt. De ez egy kicsit túl sok is volt Henrinak, aki az élete alkonyán szeretett volna egy kis nyugalmat és több időt tölteni a feleségével. Ezért néhány év múlva úgy döntött, hogy nyugdíjba helyezi magát és eladta a cégét. A három befektető, aki megvásárolta a céget, átalakította a részvénytársasággá. És itt lesz a dolog igazán érdekes. Ugyanis az új tulajdonosoknak nagy terveik voltak a vállalkozás bővítésére. És 1905-ben fúzionáltak az Anglo-Swiss nevű céggel, amely hasonló termékeket árult. Ők ketten együtt, mint a Nestlé Group lettek híresek. Miután összeadták az eszközeiket, ahelyett, hogy egymással konkuráltak volna, könnyebben tudták uralni a piacot, és könnyebben tudtak új termékeket a piacra dobni. Az 1920-as években a Nestlé új csokoládékkal és különböző italokkal bővítette a termékpalettáját. És 1938-ban kezdték meg az első kávéfajtának a tömegtermelését. Az időzítés tökéletesre sikerült, ugyanis az instant kávé a II. Világháborúban segített a katonáknak ébren maradni. És így kerültek be az amerikai katonák élelmiszer fejadagjaiba is. De a Nestlé nem csak új termékeket fejlesztett ki, hanem egyre másra kebeleztek be olyan cégeket, amelyekben potenciált láttak, de nem tartották őket igazi konkurenciának a saját számukra. És így növekedett az évek során a Nestlé termékpalettája, ahogy a cég gazdagsága és a hatalma is. De sajnos még ez sem volt elég, és a cég vezetése a kulisszák mögött egy tervet készített. Tervet, amely bár dollárok millióit hozta volna, másrésztről emberek millióinak az életét veszélyeztette.